Shalom, anachnu korim bechidvei Jó Rabbanan. reggelt mindenkinek! Rabos írásaiból olvasunk a második kötetből, a cikknek a címe. Mit jelent az, hogy minden egyes fűszálnak van egy felső irányítója, aki azt mondja neki, hogy növekedj a munkában. Mondják az oldalszámot a Héber kötetben, nincsen angol írásbeli fordítás. A cikk közepétől olvassuk. Mondta Dudi Aharon, hogy honnan olvassák, honnan kezdik a cikket. Kérdéseket a szokásos módon lehet feltenni, és a megfelelő kérdések lesznek sugározva a lecke során. Azonban a spirituális dolognak megfelelően a korrekció az elrejtésben és a megszorításban rejlik, hogy az ember ne lássa a jót és az örömet, amely rá van öltözve a Tórára és a parancsolatokra. És ez meghatározott céllal lett így végrehajtva, hogy legyen helye a mennyek érdekében való munkát eldönteni, máskülönben, nem lenne valóságos döntés az ember életében, hogy megkapjuk a képességet, hogy az ember valóban erőt kapjon ahhoz, hogy adakozni tudjon. A fent említett okok miatt, mivel akkor a szem látna, azonban a szív nem értene. És azonban meg kell megtartani a Tórát és a parancsolatokat, és közben föltárni az örömeket, amelyek azt jelentik, hogy csendesen szenvedni kell a szövetség miatt, ami pedig a fizikai örömökre vonatkozik elsősorban, a fizikai örömök megszorítására. Azonban most, amikor az ember megtesz mindent az értelemfeletti hitbe való emelkedésre, és kijelenti, hogy a Tóra és a parancsolatok valóban az életet adják, és ilyen módon kijelenthető, hogy a méz és az arany megtalálható a munkában, és ez mind feltárul, amikor a kapni akarás le van fedve az adakozás örömével, és nincs más valóság, mint és ez csak azok érhető el, aki megtartja a Tórát és a parancsolatokat, mert annak érdekében, hogy az ember feltárja a teremtővel összetapadást, meg kell tenni mindent az adakozás érdekében. Ezért van egy elrejtés a Tórában és a parancsolatokban, ezért mi nem mondhatjuk azt, hogy a szem lát, a szív pedig követi azt. Ezért a spiritualitásban először nekünk meg kell találnunk a hitben való munkát, azaz hinnünk kell a büntetésben és a jutalomban először, és nem releváns kijelenteni, hogy nincs egyetlen fűszál sem alul, amelynek ne lenne fölül egy felső irányítója, amely rácsapna és azt mondaná, hogy növekedj. Ebből következik, hogy valóban az angyal rácsap, és mondja, hogy növekedj, amely a szenvedést jelenti egyébként. Tehát az ember bármit is érez, az pontosan abból fakad, hogy messze van a teremtőtől, és valóban sóvárogni akar a teremtővel összetapadásra, és képtelen a teremtőért dolgozni ennek ellenére, és ezek a szenvedések nyomják az embert, hogy tegyen meg mindent, hogy valóban összetapadásra jusson a munka során a teremtővel. Itt felmerül egy kérdés. Mit jelent az, hogy az ember szenved, hogy azért nem tud a teremtővel összetapadni? Hát mondja már valaki gyorsan egy példát. Ha most workshopolnak, hirtelen esetben meg kell, hogy tantusz. Szenvedést érez természetesen, mondja a srác. Azért, mert valaki az úton halad, és képtelen az utat a teremtő felé való haladásnak tulajdonítani. Egy konkrét módon válaszoltok, légy szívesek. Mit jelent a szenvedés, mit jelent az öröm ebben az esetben? Mit fedez fel? Felfedezi, hogy nem tud adakozni. Egy hétköznapi módon. Mondjatok példát az életből. Ez az, hogy a barátok mindannyian kutatnak, és keresik ugye a magányosságból a túlemelkedést, és úgy néz a többiekre, mint egy kisgyermek a tízes körben. Akar, de egyszerűen nincsenek meg a forrásai az, hogy adakozzon feléjük. Amikor az ember megkíséri megvizsgálni a szándékait, amely a cselekedet mögött áll, akkor rájön, hogy vannak cselekedetek, amik valóban a közösség érdekére irányulnak,
De az is felfedezi, hogy a szándékai nem igazán kapcsolódnak a teremtőhöz, a célhoz, és a szenvedésokhoz. Amikor felfedez az ember, hogy amit tesz, az nem a csoport teszi, hanem önmagáért, amikor felfedezi, hogy tulajdonképpen gyűlöli a csoportot, és nem szereti, és felfedezi, hogy nem is igazán akar velük kapcsolódni. Most kezdték el fordítani. Felfedezi, hogy ő nem csinál semmit tulajdonképpen. És az összes barát folytatja a munkát, a teremtőző lelkedést. Azonban ő erre képtelen. Ez egy nagy veszteség, amikor az ember felismeri, hogy van egy hatalmas nyereség a munkában. Az ember képes lenne felszabadítani magát a barátokkal való együttműködésben, és hogy a barátokért aggódik, de minden egyes alkalommal azonban az ember megszerezni akar, összezavarja saját magát, és azt látja, hogy egyszerűen veszített. Itt sok példa van, amikor próbálkozunk, de mégsem vagyunk sikeresek, Rav Lajtman. Milyen konkrét feladat van, milyen feladat áll az előttem, hogy felfedezzem, hogy Lishman vagyok, vagy nem? Hogy elérem a hitet. Megítem, jesli fanai szak im milliárd dollár. Tehát mondjuk, van előttem egy csomag $1 millió, tele örömmel, másfelől pedig nekem ott van a teremtő. Fel tudom adni egyiket a másikért, vagy pedig képtelen vagyok. Ekkor ez egy teszt, vagy nem? Na, ne legyen $1 milliárd, hanem valami, amit nagyon akartam. Dolog, ami valóban talán legfontosabb lehet az életemben. Mások oldalról pedig ott van a teremtő. Feladom ezt, vagy feladom azt, vagy mit fogok választani. Na, mi? Valami bekiabálás van. Ilyen értékes dolog, hát nincs ilyen vágyad? Hát akkor te mindig nagyon kicsi vagy. Még várjál, még nem jött meg az egód, mondja Janivnek. Ne legyen $1 milliárd, csak egy egyszerű dolog. Ami neked igazán fontos, ne félj, a teremtő elő fogja belőled ezt kotorni. De a teszt az egyik a másik ellenében van. Tehát, hogy hitben vagyok, vagy nem? Mit jelent a hit? Tehát, hogy én preferálom az adakozást és a teremtőt, de a megszerzési edényeim felett kellett elérni. Tehát én érzem-e a hiányt, a kitöltésnek a hiányát, a kielégülés hiányát, valóban szenvedek emiatt. Ezért nekem fölé kell emelkednem ennek a szenvedésnek, és pontosan akkor, amikor hálás vagyok a szenvedésért, akkor érem el azt, hogy valóban a teremtőt választottam, nem? De ha nincs ilyen választásom, tehát a szenvedésnek a mértéke, ami megmutatja nekem, hogy mennyire vagyok képes túlemelkedni önmagamon, az fogja nekem a hitemnek a mértékét is meghatározni. Ezt mind a kapni akarásnak a mértéke fogja meghatározni, amire a másik dolog van. Na, olvassuk tovább. Második paragráfus, a második osztóban. És később kiderül, hogy mivel lehetetlen, hogy az ember szenvedjen valami miatt, amire nem sóvárog, csak fontos dolgok irányába lehet szenvedést érezni, ezért a kérdés automatikusan felemelkedik, mivel szenvedés nélkül az ember képtelen előre haladni a fent említett okok miatt, ezért az embernek valóban fel kell ölteni magára ezt a szenvedést, és mikor kapja meg az ember a fontosságát annak, hogy a mennyek érdekében képes dolgozni, azaz, hogy sóvárogja arra, mikor kezdve sóvárogni arra, hogy örömet okozzon a teremtőnek. És ha valaki azt látja, hogy nem képes örömet okozni a teremtőnek,
Ez az, ami szenvedést okoz, és ez a szenvedés valóban nyomja őt, hogy tegyen meg bármit, amit képes, hogy képes legyen elnyerni a valódi összetapadás a Teremtővel. És emiatt a vers ezt mondja, hogy boldog az az ember, akit az Úr kínokkal jutalmaz meg, és megtanítja neki a kínokon keresztül a Tóráját. Látszólag nekünk meg kell értenünk, hogy miért kell boldognak lenni annak, akinek a Teremtő szenvedést ad. El kell azt is magyaráznunk még egyszer, hogy a Teremtő adakozik, és a Tóra fontosságát kell, hogy megadja az embernek, ez pedig kizárólag azon az aspektuson keresztül lehetséges, amikor az ember megérzi, hogy a Teremtő és a fény egy. Azaz a Tóra valóban a Teremtő neveit hordozza, és akkor a fontosságnak megfelelően, amit a Teremtő adakozásért az ember számára, az ember szenvedést kell, hogy érezzen, mivel iszonyú messze van a teljes spirituális lényegiségtől, azaz, az embernek el kell kezdeni a sóvárogni a spiritualitásra, el kell nyelnie a spiritualitást, és minden egyes alkalommal látnia kell, hogy messze van a spiritualitástól, ugyanakkor el kell kezdeni érezni ezzel egy időben a szenvedést emiatt. Még egyszer, annak megfelelően, amit távolságot érez a Teremtőtől az ember, hogy képtelen feladni valamilyen kielégülését, örömét, hogy képtelen a kapni akarás edényeiben érzékelni mindezt, tehát, hogy tehát akkor eljut az a döntéshez, hogy fel tudja adni ezt, és boldogságot érezze miatt, és hálát, hogy egy ilyenfajta fajta érte őt el a megszerzési edényeiben, hogy nem tudja őket kielégíteni, mert nem is akarja kielégíteni. Tehát mindent gyakorlatilag nincs más rajta kívül erejétől kap, és fölé emelkedik ennek a problémának, és valóban pontosan e fölött a hiány felett, amit a Teremtő felébresztett benne, találja meg a Teremtőt magát. Mivel mindaz, amit kap, azt a Teremtőtől kapja, a hiány miatti fájdalmat is, azaz, hogy ha nem lenne fáraó meg a problémák, ami felett valóban megérezhetnénk, hogy inkább a Teremtőt választjuk, semmilyen emelkedés lehetőségünk nem lenne. A szenvedést nyomja az embert, hogy érjen el bármit, amit tud, mivel itt kezdi el érezni, hogy a spiritualitás nélkül nincs íze az életnek. Ebből következik, hogy a spiritualitásban megjelenik a felső irányítás, amikor felülről valóban egy ütést mér rá az a felső irányító, és a szenvedést okoz. És nem a szenvedés pedig nem azt jelenti, hogy minden ember elnyeri azt, hogy a Teremtő átadja a Tórának a fontosságát, hanem ezt csak a szenvedés útján lehet megszerezni, és ilyen módon megértetjük, ami mondva van, hogy boldog az az ember, akit az Úr a kínokkal jutalmaz meg, azaz a Teremtő adakozik, a fontosságot ad a Teremtő az embernek, és ezek azok a szenvedések, amit felülről egy angyal megüti az embert, és azt mondja, hogy növekedj, és ez mind a fizikai világra, mind pedig a spiritualitásra igaz. Tehát itt vannak fizikai szenvedések, vannak spirituális szenvedések, lényegtelen magyarok, amíg az ember valóban azt látja, hogy képtelen feladni, mert nagyon fontos a dolog a számára, ez az első lépés. Ezért kérdeztem én is azt a workshopom. Oké, tehát én nem akarok semmit, én valóban ezt akarom, hogy történjen, ami azt jelenti, hogy én definiálom az én kapnakarásom irányultságát, és a Teremtőt választom. Ez a legfontosabb dolog. A második dolog, amikor az ember elkezdi látni a reformáló fény függvényében, a tanulásban, a közösségben való kapcsolatban, hogy ezt mind azért érzi, mert a kapnakarásában megnyilvánul a Teremtő, és egy előzetes feltételt ad a Teremtő, amire rá van építve a Teremtőhöz való hozzáállás, és ilyen módon az ember referálni fogja a Teremtővel a kapcsolatot az összes szenvedés felett, az összes üres kapnakarás felett, és valóban azt kívánja, hogy teljessé váljon mindez. Tehát nem arról van szó, hogy az ember ne érezze szenvedést, érezni fog szenvedést, állandóan érezni fogja az ürességet, ezt nem veszi el tőle az Isten, azonban e felett jön a megszorítás, a szűrő, a reformáló fény, a visszavert fény, és az ember hasonlóvá akar a Teremtőhöz válni, összetapadásban akar lenni,
És így építi ki az ember a hozzáállást az Istenhez. Ez az, ami ennek az állapotnak a helyes eredmények, helyes értelmezések eredményeképpen jelent meg az ember életében. A Zohárban mondva van, hogy a legkisebb fű sincs az a Földön, amelynek ne lenne egy felső irányítása a felső világban, és amit tesz mindegyik fűszál, vagy amit tehet mindegyik fűszál, hogy megkapja az ütést a felső erőtől, amely felülről ráirányul, és az összes szokásunk az ítélet, erre az ítéletnek a megértésére vonatkozik, hogy az ítélet által létezik a fűszál, és semmi nem tud a saját jogán létezni, és ezzel elmagyarázzuk azt, amit mondtunk, hogy minden az a felső személyes gondviselésnek megfelelően működik, és nincs választása, hogy magára vonja a felső gondviselés törvényét, vagy nem. És ebből az is következik, hogy amikor mi a munka szempontjából ítéljük meg a helyzetet, minden ember egy kicsiny világ, amiben egyetlen fűszál sincs, amelyek ne lenne felülről egy irányító angyalat, és ennek a jelentése pedig az, hogy nincs vágy vagy gondolat, ami eléri az embert, amely ne a felső erő irányítására megfelelően el, és ezért az összes teher, amit a teremtőben való munkában megszerez az ember, az összes ellentmondás a teremtőtől származik, azaz egyfelől nekünk, mi azt mondhatjuk, hogy minden az ember munkájától függ, ahogy ezt a bölcseink szokták mondani, az embernek ki azt kell mondania, hogyha én nem teszem meg magamért, ki teszi meg ezt értem, ebből kifolyólag minden az ember kezében van, amelynek a lényege a jutalom és a büntetés, és másik oldalról pedig ki kell jelentsük, hogy minden felülről érkezik, azaz, ahogy azt a Zohár szavai mondják, hogy a legkisebb fűszál sincs a világban, amelynek ne lenne egy felső irányító ereje fölötte, amely azt is jelenti, hogy minden a felső gondviselés irányítását kell, hogy kövesse, és az alsó szinten nincsen lehetőség, hogy bármilyen változást elindítson. A helyes válasz pedig a két dologra, amely ellentmond egyik a másiknak, az, amely Ramban szavaiban, Maimonides szavaiban rejlik, hogy mi nem tudjuk megérteni mindezt, de nekünk hinnünk kell, hogy ez így van. Ezért az előrehaladásnak a lényeg a munkában, ahogy mondtuk, hogy ez mind a cél fontosságának a függvényében ér el bennünket, ahogy a bölcseik mondják, hogy mindez a Tórának a fontosságából származik, mert ha az ember látja, hogy ő valóban lorismában tanulmányozza a Tórát, tehát nem a Tóra érdekében, végsősorban a Tóra fénye megreformálja az ember, azaz, a fény által az ember megszerzi a Tóra fontosságát is. És akkor az ember eljut a felső irányítóhoz, amely minden egyes fűszálat irányít, és rájut a fűszára, és azt mondja, növekedj. Azaz, az ember elkezd szenvedést érezni, azért, mert távol van a teremtőben való szabadástól, és ez a szenvedés azt okozza, hogy bármit, amit tesz, azt annak érdekében tegye, hogy összetapadásban legyen a teremtővel. Azaz nincs összetapadás a vágyával, hanem valóban az erőt keresi, amely a vágyát fejlesztette. Ki fog derülni, hogy az embernek el kell kezdenie valóban a munkát lorismában. Azonban az embernek látnia kell, hogy képtelen ezt lismába váltani, bár hogyha az ember lorismában tanulmányozza a Tórát, és hisz abban, hogy a lismában juthat el a lorismából, akkor akkor szerzi meg a Tórának a valódi fényét, ami által elnyeri a lismát. És a szenvedésnek megfelelően, amiről a Zohár beszél, amiről a bölcseink azt mondják, hogy nem volt boldogabb ember a teremtő előtt, mint amikor a menyek és a föld meg lett teremtve, azaz lehetetlen ezt a hatalmas boldogságot érezni a teremtő irányába, csak miután az ember teljes megváltást kap szeretetből, és ez csak akkor érhető el, hogyha az ember valóban nem teremtménynek érzi magát a világban, hanem azt érzi, hogy a világ szenvedéssel van tele, mind fizikai szenvedéssel, mind mentális fájdalommal,
és ezek a bűnből származnak, amit az ember végrehajt, és rájön az ember, hogy a világ az adakozás érdekében lett megteremtve, azaz annak érdekében, hogy a Tórával és a parancsolatokkal, a jó cselekedeteken keresztül foglalkozzon, és ezzel örömet okozzon a teremtőjének, és nem a saját örömeiért jött ez létre. Azonban a kezdetekben az ember egy vadszamárnak született, azaz az, mindaz, amivel foglalkozik, valóban a saját örömért csinálja, ezért a teremtő egy kemény szenvedést ültetett el az emberben a önmagára jön a megszerzés miatt, amely bele van nyomtatva az emberben a születése óta fizikai fájdalomként és mentális fájdalomként is. Egy olyan módon, hogyha az ember valóban a Tórával és a parancsolatokkal akar foglalkozni, még ha önmegszerzés okán is, végső soron, mivel a fény el van rejtve ebben, elkezdheti érezni a borzasztó magányosságot és törést, amely a megszerzési, a megszerzési vágyában magában tárul fel, és ezért vissza akar térni a megszerzés természetéből, és önmagát valóban kizárólag az adakozásnak akarja szentelni, hogy ezzel örömet okozzon a teremtőjének. És akkor az Úr feltárja az ő szemeit, és magához emeli, és az ember megláthatja, hogy a világ a teljességgel és a szentséggel van tele valójában. Hogyan kell megszervezni ezt a munkát a Tórában és a parancsolatokban, Lolismában, mondjarak, hogy a reformáló fény megjelenjen benne. Mik azok a feltételek, amiről itt beszél? Még egyszer mit mond? Dudi Aronit kérdezte, hogy olvassa föl. Olvasd el még egyszer. Az ember vadszamárnak született, azaz mindaz, amivel foglalkozik, az az önmegszerzés érdekében történik, ezért a teremtő belenyomta, a kemény szenvedés nyomtatott az ember életében, magában a megszerzésbe. Hát ez az, ahogy minden egyes pötös szinten ez megtörténik. Először elérjük a szintnek az elejét, az ember még egyszer vadszamárra válik, az minden egyes szintnek az elején, vagy még rosszabbá. És amely bele van nyomtatva az emberben a születése pillanatában, fizikai fájdalomként és mentális fájdalomként is. Egy olyan módon, hogyha az ember a Tórával és a parancsolatokkal foglalatoskodik, még ha az önmagára irányuló örömért is, végső soron a fény által, ami benne van ebben a munkában, érezni fogja azt a borzasztó magányosságot és törést, amely a megszerzés természetéből adódik önmagából, és akkor valóban vissza akar térni majd ebből a természetéből, a megszerzés természetéből, és teljes egészében szeretné átadni magát az adakozás munkájának, hogy ezzel örömet okozzon a teremtőjének, és akkor a felnyitja az ember szemeit, maga elé emeli, és akkor az ember meglátja, hogy a világ tele van célszerűséggel és teljességgel. Még olvasok tovább, igen. És a spirituális és a fizikai szenvedésnek megfelelően, amit a megváltás előtt érez az ember, ez ébreszti föl, az egyik, egy aspektus ébred fel az emberben, hogy mindez, amit a teremtő csinál, az jó, mert a saját szemeivel meggyőződött arról, hogyha nem lennének azok a borzasztó fájdalmak, amiket ő elszenved, azért, mert el van merülve az önszeretetbe magába, akkor soha az életben nem érné el a bűnbocsánatot. Hát itt jön a kérdés, hogyan tudjuk elrendezni úgy önmagunkat, hogy ez az én párnám, ez az én szőnyegem. Tehát lényeg, hogy mindaz, amin van, a teremtőtől érkezik, és minden azért jön abból a törvényből fakad, hogy a jót akar a teremtménynek. Hogyan tudjuk elrendezni állandó jelleggel ezt a munkát úgy, hogy azt érezzük, hogy az életünk valóban, amit élünk, akár csak egyetlen párnál is, és a teremtőtől kapjuk. Ez egy kérdés, mondja Rav, mindenki nézi, ez egy workshop kérdés. Van megoldást, akkor beszéljétek meg, mondja a... A kabbalisták leírják, hogy minden a közösségtől érkezik, tehát az embernek valóban túl kell lépnie mindenen, és hatalmas erőfeszítést kell tenni a tízes körben annak érdekében, hogy az ember megteremtse azt a magasztos érzést,
ami az embert folyamatosan elvezeti, Rav. Tehát, hogy elérjük ezt a fajta lehetőséget, hogy meg tudjuk kísérelni az élet minden területén, mondjuk mondjuk a Béné Barukat. Tehát ezt mindenféle módon érezzük, egy világos törvényként, világos dologként, hogy nekünk erre kell gondolnunk, egyszer ebbe kell élnünk. Azaz nekünk az alatt a kontrollat kell működnünk, hogy nincs más rajta kívül, és a jó cselekvő. Így van, és ezen túlmenően nekünk mindig meg kell szereznünk azt a képességet, hogy meg tudjuk mérni, hogy hol vagyunk, és hogy valóban hol vagyunk képesek kölcsönös érdekeltek a csoport munkájában. A lenullázódásban egymás irányában valóban tudnunk kell, hogy egy valóságban élünk, ahol nincs más rajta kívül, és jó cselekvő. És nekünk arvodban kell lennünk, ami a mi számunkra megadja a lehetőséget egymásért, hogy minden egyes barátunk képes legyen egy ilyenfajta valóságban élni. A különbség, ahogy van az embernek cél az életében, vagy nincs. A cél az itt van köztünk, és nekünk erőt kell szereznünk, hogy felébresszük egymást egy ilyenfajta valóságra, ahol a célt megtaláljuk, és akkor a cél függvényében minden másnak fog tűnni. És ez a felismerés, ez az érzés, ami elvisz bennünket, és felemel bennünket egy gondolathoz, egy felemelkedéshez, ahol mindenki képes a másikért, a többiekért aggódni, hogy ne feledkezzen meg arról a pontról, amin keresztül valóban megkapjuk a gondoskodás lehetőségét egymásról. Tehát, hogy valóban az ember egyedül még emlékezni se tudja magát erre. Tehát az embernek valóban tudni kell, hogy nincs más rajta kívül, és ennek én a teremtő jó és jó cselekvő. Tehát egy inspirációt kell kapni a közösségtől, és a közösség adja meg ezt a lehetőséget, hogy az ember érezze. Ki kell építenünk egy spirituális közösséget együtt, mondja a következő srác, egy közösséget, amely megosztott közösség, amely valóban az egységre irányul, egy belső törekvésre, ambíciókra, a belső szándékokra. Ez adja meg az embernek azt az egyetlen lehetőséget és platformot, ahol valóban minél közelebb kerülünk egymáshoz, annál jobban fölé tudunk emelkedni a teremtés alapvető anyagához, anyaga fölé, a kapnakarás fölé. Így van, tehát nekünk folyamatosan a barátoktól kell kérni, tehát nekünk folyamatosan a barátoknak kell kérni, a cél fontosságát kell folyamatosan fölemelni, és a jó szellemet kell fölemelni egymás között. Az általános vélemény, ami a közösség egy kölcsönös helyévé válik, ez most Aszaf, aki beszél, tehát abban a pillanatban, amikor én valóban meg tudom ragadni ezt az ugrást, ezt a közösségben lévő erőt, amely egy kapu, egy alap a közösségből való felemelkedésre, tehát ez az a tízes körnek a középpontja. És abban a pillanatban, amikor ezt tudunk kapcsolódni, akkor itt kezdődik minden. Itt egy, hogy egyetlen erő van, ami megtart mindenkit, mindannyian össze vagyunk itt kapcsolódva, és ez mind azért van, hogy az embert elvigye az a ponthoz, hogy megismerje a teremtőt, hogy valóban a közösségben létezik ez az erő. Tehát folytassuk ezt az olvasást. Hogy a teremtő mindent azért tett, hogy valóban a borzasztó fájdalmak ellenére, amit az ember elszenved a megszerzési vágyában, bűnbocsánatot nyerjen, ezért az embernek áldani kell a rosszat és a jót is, azaz a jó okozza a rosszat, a rossz pedig a jót. A második pont pedig, hogy ez
mindig a jobb irányába halad a világ, tehát ez nem azt jelenti, hogy a rossz a jónak az okává válik, hanem a rossz dolog önmagában invertálódik, és jó dologgá válik, azaz egy hatalmas fény okán, amit a teremtő ragyogtat az összes rossz dolog felett, invertálódik mindez, és jóvá válik. És ebből kifolyólag az összes előadása az embernek, az pontosan abban jelenik meg, hogyha az ember szenvedést érez egy állapotban, amiben van, akkor ez ad neki egy belső hajtóerőt, hogy tovább tudjon haladni. És ezáltal elmagyarázhatjuk azt, amit Ari mondott, hogy minden szint fölé emelkedni kizárólag a mély nukvinnal, a man emeléssel lehetséges. A nukvin, ez egy hiányt jelent, egy női jellegű hiányt, amely a binának az aspektusa a malhut irányába. A malhutot hiszaronnak, hiánynak nevezzük a nekev szóból, és ezért a felsőt megadja az alsónak azt, amire annak szüksége van, azaz semmilyen megújítás nincs a világ, a fényben, a világ tekintetében, hanem minden az Ein Sofból származik, az Ein Sof Baruchból, és akkor felemeli őt arra a szintre, az alsót, hogy megkaphassa azt a bőséget, amely hiánya van, és akkor el kell, hogy magyarázzuk annak a dolognak a lényegét, hogy van a felső meg az alsó, ezek... Az első az a felső, az első állapot az a felső, a másik állapot az alsó, azaz, hogyha az ember egy állapotban van, akkor nem érez semmilyen hiányt, és megelégedettséget érez, és szinte önmagát a létezőnek tartja, hogy nincs szüksége előadásra a munkában, mivel ő azt látja, hogy nincsen semmilyen hiánya a fejebb emelkedésre, ezért a hiány kell, hogy meglegyen a hajtóerő, hogy tovább tudjon emelkedni. És ezért, ha az ember sikeres, akkor meg kell találja a belső hiányt, abban az állapotban benn van, és ez a szabálya minden egyes állapotnak, amit úgy nevezünk, hogy felső és alsó, és ebből kifolyólag, amikor az ember megtalálja magában a hiányt, abban az állapotban benn van, ezért ebben a második állapotban, amelyet a hiány állapotának tekintünk, ez a hiány az, ami valóban alsó szintnek tekintető, és ez okozza azt, hogy a korábbi állapotból megkíséreljen, korrigálva önmagát, fölemelkedni, hogy ne érezze ezt a hiányt. Ez tekintető úgy a munkában, hogy man, main nukvin emelése az alsó szintre a felső felé, és ez okozza a felső szintre emelkedést, azaz a korábbi állapotból az új állapotba való elérést. Ez, amiről Ari azt mondja, hogy az alsó azáltal, hogy man temel, tulajdonképpen egy emelkedést okoz a felső szint irányában. Ez azt jelenti még egyszer, hogy kizárólag a hiány okozhat szenvedést, és ez okozhat csak emelkedést, ami által mi valóban állandóan felfelé emelkedhetünk. És ezáltal elmondhatjuk azt, amit a bölcseik mondtak, Rabbi Joshua ben Levi mondott, hogy az összes szenvedés, amely eléri az embert, az a tóraval fogadatossággal eltörölhető, és ez pedig egy fogadatos megközelítést tesz lehetővé, mert a szenvedés nem törli el az embernek a tóra, és a szenvedés nem törli el a tóra és a parancsolatok a fogadatossága által a szenvedést, hanem a szeretet szenvedésévé változtatja, az Úr megközelítésévé változtatja mindet, mivel a Teremtő szereti az embert, ezért szenvedést ad az embernek. És nyilvánvalóan az a legnagyobb kötelezettség, ahogy látjuk, hogy az ember valóban szereti a barátját, akkor ajándékot ad neki. És nem azt jelenti, hogy aki szereti a másokat, az szenvedést akar okozni a másoknak. Azonban még egyszer, mivel a szenvedés nélkül az ember képtelen elérni azt az állapotot, ami a nyugalmi állapot, ezért a mi gyökerünk valóban az abszolút nyugalom, ez az ember lelkének a gyökere, azonban van egy magasabb rendű erő, amely azt arra utasítja, hogy növekedj, azaz a szenvedésen keresztül azt okozza az embernek, hogy eltörölje a nyugalom örömét, és egy új pozíció felvételre kényszerítse az a teremtőt. Azaz, ha az embernek nem lenne a szenvedése, akkor állandóan a pillanatnyi állapotában maradna, például van egy ember, aki egyetlen szobában lakik, megnősül és marhalusta, és nyilván és állandóan szeret feküdni jobban, mint a többiek,
akkor ő be szeretne maradni ebben a szobában, még akkor is, hogyha már, amikor aglegény volt, akkor nyugodtan lakhatott ezen a módon, azonban nem folytathatná ezt, miután megnősült, azaz, ha az embernek több gyereke születik, akkor nem érezheti többé a nyugalom erejét, hanem el kell kezdeni érezni a szenvedést, hogy elhagyja ezt a szobát, és a szenvedést okozza azt, hogy elkezd az ember extra időben dolgozni, és nagyon-nagyobb erőfeszítést tenni, annak érdekében, hogy képes legyen egy nagyobb lakást venni, ahol többen elférnek, többek között a gyerekek. És a munkában itt ugyanezt mondhatjuk el, azaz, az ember, akinek megtanította az apja, hogy hogy kell a Tórával és a parancsolatokkal foglalkozni, amilyen mértékben az ő apja megengedte, hogy megértse a spiritualitás lényegét, mit jelent az, hogy a mennyek érdekében dolgozni, lehet, hogy ez elegendő volt az ember számára, hogy tovább tudjon lépni a munkában, és megtartsa a Tórát és a parancsolatokat, azonban miután felnőtt, amikor megnősült, és ő valóban megtalálta a saját munkaterületét, gyermekei lettek, és már tudja, hogy neki kell őket felnevelni, és meg kell adni nekik a mennyektől való helyes félelmet, ezért másfajta számítás indul be az emberben, hogy mennyire érezheti az előadás erejét, sokkal jobban fogja ezt érezni, mint amikor ő maga volt 9 éves gyermek, amíg el nem éri a bar mitzvát a 13 éves kor, és akkor látnia kell, hogy nincs más előadása az embernek, mint az, hogy eljut oda, hogy képes lesz kijelenteni, hogy én megértettem a Tóra és a parancsolatokkal a fogatoskodás lényegét, de amit nem tudtam pontosan érteni, amíg gyermek voltam, és itt kezd el az ember szenvedést érezni miatt, azaz elkezdi látni önmagát úgy, hogy egy ember, aki hátul kullog, és bár egy felnőtt ember, mégis az értelme gyermeki. Azaz, ugyanabban a megértésben van a Tórával és a parancsolatokkal kapcsolatban, ezelőtt 9 évvel, mint ma, és azért az ember nem halad abban a tempóban, hogy kellene, és ebből következik, hogy az ember valóban kisgyermeknek érzi magát, és ezek a szenvedések tolják el, hogy erőfeszítést tehessen, és hogy megtalálhassa azt az irányító rendszert, amely elirányítja őt, hogy képes legyen növekedni és emberré válni, és hogy ne maradjon kisgyermek a munkában. Ezáltal megérthetjük a kérdést, hogy mi a lényege annak, amit a bölcseink mondtak a szenvedésről, hogyha az ember nem képes eltörölni a Tóra és a parancsolatok által adott szenvedést, ez tekinthető a szeretet szenvedésének, azaz, ahogy mondva van, hogy az ember, hogy a megközelítés alatt szenvedni is tudnak el. És az embernek megadja az eladás igényét a Tórában és a parancsolatokban, azaz, hogy megértse a Tórát és a parancsolatokat, nem úgy, ahogy egy gyermekként értette, hanem ahogy megfelelő egy felnőtt ember számára, és ebből következik, ezek a szenvedések nyomják az embert a tanulás irányába, a Tórával és a parancsolatokkal foglalatoskodásra úgy, hogy ez megfeleljen az ember Ádám belső minőségének az eléréséhez, és ezért mondják a bölcsek, hogy téged embernek neveznek, az a világ nemzeteit nem hívjuk embernek, Ádámnak. Ez a jelentése annak, hogy Ádám az valóban a beszélő szinten nyilvánulhat meg, azaz, az ember nem az állati gondoskodás kell, hogy válassza magának, hanem a beszélő szint gondoskodását, ezt nevezzük úgy, hogy a szeretet kínjai, amikor az ember nem tudja a Tórát eltörölni, hanem sokkal inkább a Tóra elérésére és a parancsolatok beteljesítésére törekszik. Kérdések, mondjanak? Én. Jófi. Az nincs sérlet. Nincsen? Csodálatos. Na, csak van. Na. Shapira. Tarot. Shapira. Küzdenek a mikrofonén. Tehát hogyan találtam meg a hiányt abban az állapotban, amikor nincs hiányom. Tehát a cikk világos, de ezt nem értem. Tehát nincs hiányom, nincs szenvedésem, nincs emelkedésem, nincs zavarásom. Azért, mert nem csinál semmit. Na, de akkor mikor kezdik meg az emelkedés, az zavarás? Az embernek fel kell fedezni az edényét. Annak érdemében, hogy az edényt feltárt, dolgoznod kell. Hogy feltárd a hiányt, ahhoz munkát kell végezned, erőfeszítést kell tenned. Milyen hiányt, ami mire irányul?
Tehát mutasd meg nekem, hogy mit fektettél be a munkába. Mutasd meg nekem, hogy te megtetted a cselekedeteket, amelyek valóban a spirituális fejlődésedet okozták. Oké, de milyen erő által kell ezt a cselekedetet megtennem? Rav. Ezzel ne törődj. Az ego erejével világos, nem? Tehát nincs kérdés erről. Én nem látok filozófiai dolgokat, hogy milyen erővel dolgozom, hogyan korrigálódom. Milyen cselekedet? Tehát nyilvánvalóan élhetsz a filozófiában, a gondolataidban, a szándékaidban. Összezavarodhatsz egyedül, de ne zavar bennünket össze. Tehát én azt kérdezem, milyen cselekedet kell tenned, annak érdeke, hogy előre a cselekedet. Fizikai? Rabbologat. Nem értesz engem, én látom a szemedet, magyarok. Na, kérdezz. Ki határozza meg, hogy a szeretet szenvedésébe váljon a szenvedés? Ezek a kínok. Ezek lenullázódnak a Tórával? Ezt mi határozzuk meg, vagy a teremtő? Tehát hogy nullázza a Tóra ezeket a szenvedéseket? Ki határozza ezt meg, mondja rá? Az ember dönti el. Tehát a teremtőnek tulajdonítjuk mindezt. Nem tudok, hogy teremtő micsoda, milyen módon létezik, nem tudok erről semmit. Nem is értem, hogy mi történik. Én egyszerűen lenullázom magam, amit érzek, amit látok. Ez az a világ, amiben élek. Kész. Akkor mit kérdezel? Ki dönt? Én döntök. Én határozok meg mindent. Tehát a teremtő ad is nekem, én határozom meg azt, hogy a teremtőben milyen viszonylag akarok lenni. Oké, de ez azt jelenti, hogy ez a teljesen az én kezemben van ez? Hát hogy ne lenne? Hát kinek a kezében lenne? Ha csak én vagyok. Nem értelek téged. Hogyan lesz lehetséges, hogy én... Mit jelent az, hogy bárki? Hát amikor bárkiről beszélünk, az egy ember, akit én önmagamon belül értelmezek. Oké, na de akkor a világszenvedéssel beszélünk, az azért szemben... Ezért mondjuk azt, hogy a mi hibánk a világszenvedése? Rav. Most meg azt nem értem, hogy mit kezdek vele, amit kérdezel. Oké, tehát arra gondoltam, hogy akkor a szenvedés az nem a szeretet szenvedése először, mert nem értem, hogy az. A szenvedés, amely nem a szeretet szenvedése, vagy, tehát hogy minek éljük meg, az csak tőled függ. Ez a lényeg, ez ott a kérdésed. A teremtő szenvedést ad számodra, a fény által, amely ragyog rajtad, illuminál, te elkezded érezni azt, hogy szenvedsz. Most pedig a saját felkészülésednek megfelelően ezt a szenvedést megkapod egy bizonyos módon, és ez nem a teremtőtől jön, aki jó cselekvő, a szenvedés, te érzed az edénybe. De adod a jeruzsálemi fiúnak, mondja rá. Mondja a srác, és onnan fog idézni. Tehát itt azt mondja, hogy a nyugalom állapotára azért nem tudjuk megragadni, mert nekünk a gyökerünk abszolút nyugalomban van, ugye? És erre nem tudunk emlékezni, hogy kibillent bennünket egy angyal. Tehát minden a szenvedés körül forog, tehát ez úgy tűnik, ahogy előreadunk, hogy mindig a nyugalom felé törekszünk. Hát ez az, ami fejlesz bennünket, ez így van, mondja Rav. Hát hogyan lehetne előreadni, ha nem éreznék szenvedést? Oké, na de... Hogy lehetünk formaegyedésben, hogyha nem a fénnyel? Oké, de én nem tudom, hogy a fény hogy adja át azért a formáját nekem. Az adakozás erejéről van itt szó, a szeretetről. Tehát én a saját formámat akarom vele formájába hozni, de hogy, mi az a fény, amiről itt beszélünk? Tehát nyilván, hogy nem a fizikai fényről beszélünk, ugye? Tehát hogy kerülünk bele formájegyezésbe? Hát abszolút nyugalom, ez azt jelenti, hogy nekem a fényjel vagyok, formában abszolút nyugalom vagyok. Ah, már értem. Hát ha én abszolút nyugalomban lennék, akkor hevernék a nyugalmon, és minden elrendeződnek körülöttem a felsőbőségben, nem kéne megmozdulnom egyáltalán, akkor valóban hasonló lennék a fényhez.
Na de akkor a gyökérhez ez a munkánk, nem, hogy forma egyre, a gyökérrel. Oké. Akkor gyűjtse magadnak tanítványokat erre, hogy hogy lehet ezt elérni. Nem. Én szeretnék ebben az ellenmondásban kilépni. Itt van egy ellenmondás a számomra. Szerintem nincsen magyar. Mi az ellenmondás? Az, hogy egyfelől van a szenvedés, ami annak érdekében jön, hogy elmozdítson bennünket egy bizonyos korrekciós cselekedet felé. Természetesen, mert a szenvedés nélkül miért mozdulnám meg? Tehát egyfelől ezt körül forgunk, másfelől pedig, ami a gyökérrel akarunk formálisban lenni, az az abszolút nyugalom. Az abszolút nyugalom azt jelenti, hogy én egyetértek a gyökérrel, a sorrással, és akkor én valóban úgy, akkor vagyok én teljes nyugalomban. Az én egyetértésem ez. Tehát lehet ezt a szenvedésből is örömet kapni? Én nem érzem, hogy szenvedélyek. Ez a probléma. Hogyha én ezeket a szenvedéseket megemésztem, feldolgozom, és megértem, hogy ez a cél irányában nyom engem, ez nagyon egyszerű módon történik meg bennünk. Sok ember van itt, aki valóban ebbe az irányba halad. Tehát igazából én nem kapok semmit. Se jót, se rosszat, semmi nem változik. Semmi nem történik. Ma jön a szenvedés. Fizikai, spirituális, lényegtelen szenvedés. Tehát én ki akarok kerülni a szenvedésből, mert mondjuk a szenvedés én nagyon erősnek érzem, valódi szenvedésnek érzem, és akkor én vagy kilépek ebből a haragérzéséből, és rájövök, hogy semmi nincs az én befolyásom alatt. Tehát nagyon tipikus a szenvedésnek ez a fajta megragadása, és ezért kell feltennem a kérdést, amit a workshopban is feltettünk, hogy én érzem a szenvedést, akkor nekem valójában mire kell koncentrálnom, a teremtőre, vagy nem? Tehát, hogyha nem a teremtőre koncentrálok, akkor szenvedést érzek. De mit is teremtett a teremtő? Milyen állapotot? Milyen állapot van előttem? És akkor egy különleges ragyogás ér el engem, amely megadja nekem, hogy a teremtőhöz tudjak közeledni. Azaz, eldöntetem, hogy minden tőle jön, és akkor az ő irányába fog előre haladni, azaz, ez a szenvedés valóban kijelentetem, hogy ezt mind ő küldte az én számomra, és nyilvánvalóan én fölökkel akarok emelkedni mindenek, azonban Isten hála, köszönöm Istenem, de pontosan azáltal, hogy éreztem ezt a szenvedést, vagyok képes arról a helyről elmozdulni, amin vagyok. Mert ezt megelőzően nem voltam képes, nyilvánvalóan a teremtőre kell gondolnom, az okra, hogy ő elér engem, és a célra. És akkor én valóban rá kell, hogy gondoljak, és hogyha ezt megelőzően nekem valóban volt egy érzéki különbözetem, és érzem, hogy a szenvedés mind a teremtőtől jön, és akkor eljutok egy ponthoz, ahol valóban fel tudok emelkedni a teremtőhöz, és mindent annak érdekében teszek, hogy megszüntessem a szenvedést, hiszen ez okozza a szenvedést, de azt kell mondjam, hogy nem, a szenvedés annak érdekében, hogy előre vigyen engem, apránként, és a fény, amely ragyog felettem, nyilván egy újabb és újabb adaggal ajándékoz meg engem, és így haladok előre. És aztán pedig a következő állapotban én haladok előre, és megérzem, hogy a szenvedés jó, ne vedd el tőlem, mert enélkül én újra állattá válnék, és ezért a szenvedés valóban irányítást ad nekem a teremtő felé, és akkor a szenvedésen keresztül valóban folyamatosan növekedhetek, mert tudom, hogy ezt mind a jó cselekvő teremtő küldte felém, és akkor leválok a saját egómról, mert valójában ezek nem is szenvedések, és ezek együtt megadják a leválást a teremtődől.
és akkor én összetapadásban leszek a teremtővel, és ez a mód, ahogy folytatom az utamat, ezt nevezzük úgy, hogy én felismertem az állapotot helyes módon, amiben vagyok. De mi azt tanuljuk, hogy van a Tórának az útja, meg a szenvedésnek az útja, és a szenvedés útja az a rossz, és a jó út az a Tórának az útja. Na de hogyan fog a teremtő tovább lökni bennünket? A jó útra. A Tórának az útja és a szenvedésnek az útja. Ez egyszerűen kötelezettséget jelent, hogy ezen a módon kell előadnunk. Ezt a Tórában is láthatjuk, hogy amikor szenvedésére bennünket, akkor az egyik a másik nem létezik, mert érintettem a gonosz hajlamot, és érintettem a Tórát, mint fűszer. És még egyszer van a Tóra, és van a szenvedés, és ez állandóan így történik, így működik. Tehát, hogy nincs szenvedés, nyilván a Tóra megszerzés után nem volt szenvedés? Hogy ne lett volna? Tehát, amikor beléptünk Izrael földjére, nem volt szenvedés? Hogy ne lett volna, magyarok? Minden egyes helyen a koreció végéig szenvedést éreztünk. Egészen a koreció végéig, így van. A koreciót megelőzően a legnagyobb szenvedés elér bennünket, és feltárult azok a malkujotok, az a 30, a kőszívnek a malkutya, amit korrigálnunk kell, ez, amit korrigálunk az első 9 szférában, egyre jobban és jobban a Lamed Bed, azaz a 32 malkut így tárul fel, ezek egyre nagyobb szenvedést okoznak, mert a kapnakarás valóban a kín egyre jobban megfogalmazódik, hogy távoljuk a teremtőtől. Oké. Na de a gonosz hajlam a érik meg, ez az, amiben, tehát a szenvedés, az a gonosz hajlam, nem? Tehát én kapni akarás vagyok, ez egy szenvedést okoz. De ez a kapni akarás, ami a szenvedést okoz. Tehát hogy van ez? Amit akarsz kérdezni, nem értem a kérdésedet. Te nem akarva a bölcsességből kérdezzel, a kapnakarás szenvedés okoz, nem tudom. Oké, de a kapnakarás az maga szenvedés? Hát persze. Én keresek $1 millió egy évben, vagy 1 milliárd, akkor mi a szenvedésem? Hát azt, hogy megtartsa meg. Hogy tartsa meg? Tartsd meg! Oké, na de ha én 100 000 sékert takarítok meg, szenvedek, hogy miért nem 200 000 van? Na de fel tudod ezt adni? Mikor fogod ezt feladni? Már nekem soha nem volt 100 000 sékerem, mondja Zsár. Nem éreztem ezt a szenvedést. Oké, tehát Shapira kérdezte a cselekedetöntől, hogy mit jelent a cselekedet. Én pedig pontosan a mászerről szeretnék kérdezni valamit. Tehát én ma fizetek mászert. Tehát néha nekem nincs pénzem, se 100 sékelem, se 1000 sékelem. Azonban abban például, amikor kifejezettem a tízséget, akkor már érzem a fájdalmat. Erről beszél a cikk? Nem. Hát hogy beszélne? Nem. Nem, szerintem egyáltalán beszél erről. Oké, na de a mászer, ez egy példa. Tehát én nekem fel kell adnom valamit, annak érdeke, hogy elérek valami mást, a teremtőt. Tehát nyilvánvalóan, de ha nincs mit feladnom, akkor nincsen hiányom. Tehát eljövök a reggeli leckére, ülök itt, nem csinálok semmit, mert nem kell feladnom semmit, nem? Ez igaz? Ez már viszont igaz. No. Kell Moti? Moti? Gondolom Moti Mór. Igen, tehát a cikknek megfelelően tegnap a Jesivát haverim előtt egy barát azt mondta nekem, Terence, hogy szenvedést érez, úgy érzi magát, mint aki bemegy minden nap egy gyárba,
és indul a munkába, és nem akar dolgozni, vagy a szegény, akinek nincs pénze, akkor nyilvánvalóan az nagyon sokszor megállít bennünket, hogy cseget tartsuk végre, mert sajnáljuk magunkat, hogy adakozzunk a tízes körben, vagy a teremtő felé, hogy megtegyünk dolgokat, és ez megállít bennünket abban, hogy megtegyünk bármit, mert szegénynek érezzük magunkat. Tehát a szenvedések a problémája, mi nem tudunk fókuszálni fizikai szenvedésre, mert valóban ez lehet erős is, de nekünk a probléma az, hogy ez megállít bennünket cselekedetek végrehajtásában, és azért nagyon sok cselekedet azért áll meg, mert nincs erőnk cselekedni. Nem tudjuk alkalmazni emiatt. Tehát akkor mit kell csinálni ebben? Lehetséges, hogy teremtőhöz kell imádkoznunk, hogy ne tartson téged ebben az állapotban. Na, de lehet, hogy még több zavar jön. Rav. Hát oké. Hát mindent a szeremtőtől kapok meg kell értem, még küldi. Ez mindannak érdekében történik, hogy előre haladjak. Ha én nem válok le erről, tehát én valóban állandóan abban az állapotban maradok, hogy nem érzem, hogy a teremtőtől minden, akkor minden más a jó érdekében történik. Tehát ez a lényege a dolognak, hogy tudjam, hogy bármit rám ér. Tehát az a lényeg, hogy a teremtővel nem szabad feladni a kapcsolatot. Az ő kontrollját éreznem kell mindig, a teremtő játszik velünk. Hogyha ez így van, és ezt megértjük, akkor minden más nem túlságosan a lényege. Lehetsz a legrosszabb állapotban is, hogyha tudod, hogy mi történik, ha ez nem választ le a teremtőtől való kapcsolatról, tudod, hogy tőle érkezik minden, legalább a legkisebb mértékben is, akkor készen állhatsz arra, hogy tovább lép. Oké, tehát amit ön mondott. Tehát ez eltart egy ideig, ahogy érezzük, addig, amíg minden a teremtőnek tudunk tulajdonítani. Tehát még a csapás előtt is tudunk, hogy a csapás a teremtőtől jön. Azonban hogyan lehet átlépni egy helyzetből, amelyet már valóban a teremtőnek tudok tulajdonítani? Világos, hogy a teremtőkül minden. Azonban milyen hozzáállás kell ahhoz, hogy amikor haragot ébreszt bennem a csapás, és nem tudok hálát érezni. Hát ezért beszéltünk erről, mert mielőtt nem érzed ezt az állapotot, akkor nem érzed a célszerűségét se annak, ami történik. De érzem, mondja, de mégis, mondja Motimor. Az edényed nem képes még erre, mert nincs helyesen megszervezve. Nincs elrendezve. Ezt mondom neked most már harmadszor, mondja Rav. Hogyha te azt érzed, hogy minden a teremtőtől jön, és te mindig haragot érzel, akkor nincs kész az edényed. Azt el kell rendezned. Ezért mondtam azt, hogy gyakran egy olyan állapot kerül az emberre, amikor te valóban világosan érzed, hogy minden a teremtőtől jön, és föl kell adnod bizonyos dolgokat, akkor pedig kértelem vagy. Minden a teremtőnek tulajdonítani. Tehát az a lényeg, hogy a kaptakarásod ne sérüljön, ugye? Tehát én szívesen feladnák mindent, csak a kaptakarásomban bizonyos dolgok ne történjenek meg. Oké? Okay? Egy ilyen pont is létezhet, és nagyon sok más pont is létezik, és idővel most pedig menjünk át a második részéhez a leckének.